A június 27-i testületi ülés döntéseiről Hám György polgármester beszélt. Én azt gondolom, hogy a mai testületi ülésünknek legfontosabb napirendi pontja az a művelődési ház igazgatójának a választása. Hennyes Zsuzsa igazgatónő adott be pályázatot, és minden fórum, törvény által előírt fórum támogatta az ő ismételt kinevezését, és ugye most már elmondhatom, hogy a képviselő testület is 100%-ban támogatta azt, hogy ő tovább folytathassa a munkáját. A művelődési ház életében én azt gondolom, hogy a 4-5 évvel ezelőtt volt egy nagy fordulat. Akkor Zsuzsával egy kicsit leültünk és beszélgettünk, hogy nagyjából az önkormányzatnak mik az elvárásai, ő pedig nyilvánvalóan elmondta nekem, hogy mik a lehetőségeik ezeken belül. És én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés ez egy nagyon pozitív fordulatot vett a művelődési ház életében, nem mintha addig nem végezték volna tisztességgel a munkájukat, de én azt hiszem, hogy ma elmondhatjuk azt, hogy a művelődési ház az egy motorja, és ennek is kell lennie a kapuvári kulturális életnek. Nem történhet sem rendezvény, sem a kultúra területén olyan megmozdulás, amiben legalább háttérmunkában ők ne lennének ott. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány. Külön kiemeltem a testületülésen az Erzsébet táboroknak a lehetőségét, ami nekem egy veszőparipám, hogy igenis nyáron azoknak a szülőknek, akik nem tudják egybe kivenni a szabadságukat, azoknak a gyermekeik ellátást tudjanak kapni a városba. Én azt gondolom, hogy az óvodával és ezekkel az Erzsébet táborokkal ebből a szempontból jól állunk. Volt olyan dolog, amiret szeretne kiemelni, hiszen említette például a pályázatokat a testületülésen. Így van. Inkább most a civil szervezetek támogatását emelném ki. Itt ugye egybeértjük a művészeti csoportokat és a sport, a KSH-n kívül a sport egyesületeket is. Június az a hónap, amikor a képviselőtestületünk mindig a beérkezett kérelmeket ilyenkor bírálja és eldönti, hogy milyen összegekkel támogatja. Hát ugye tavaly évben is volt, hogy még októberben is érkezett be utólagos kérelem, mert valaki akkor ébredt fel, hogy ja, hát az önkormánytól pénzt is lehetne erre kérni. Az idejében ezen változtattunk, és csak a júniusi testületi ülés kiküldésének a időpontjáig, anyagának a kiküldése időpontjáig adhatnak be a civil szervezetek támogatást, a továbbiakban nem tudunk érdemben a további kérelmekkel foglalkozni, hiszen valahol azért a költségvetés fog bennünket, és nem csinálhatjuk azt, hogy állandóan tartalékolunk majd a későn ébredők forrást. Én azt gondolom, hogy ez a felosztás hűen tükrözi azt, bár az olyan nagy szó, hogy hűen tükrözi, azt a városért végzett munkát, amit a civil szervezetek csinálnak. Nyilvánvalóan egy kicsit jobban megnyomtuk a ceruzát azoknál a civil szervezeteknél, akik a város hírnevét akár országos, akár nemzetközi szinten is viszik. Ezek a támogatások már megérkeztek a számlákra, vagy majd később? Nem érkezhetnek még meg, hiszen a döntés a mai napon történt, ezután szerződéskötések történnek, és utána érkeznek meg a civil szervezetek számláira ezek az összegek. A nyár miről fog szólni, polgármester úr? Én azt gondolom, egyrészt, hogy nagyon meleg van, úgy néz ki, arról fog szólni. Másrészt pedig én, ugye szokták mondani, hogy hát megint nem sikerül egy szabadságos nyarat eltölteni, azt gondolom, hiszen gőzerővel itt vannak a nyakunkon nap top pályázatok, azoknak az előkészítése folytatódik, illetve a pályázati megvalósulások indulnak, nincs vesztegetni való idő, itt határidők vannak, amit teljesítenünk kell. Ahogy a testületi ülésen is elmondtam, a források itt vannak, rendelkezésünk állnak, tehát tempó, 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 menni kell, nem csúszhatunk bele olyanba, hogy a milyen lesz a tél című fejezet, hogy a szerencség lesz, akkor tudjuk csinálni, ha nem, meg nem. Így is nagy beruházásoknak a kivitelezése át fog csúszni a 2018-as évre, hiszen ugye a kiviteli terveket el kell készítenünk, az előkészítő munkákat el kell készítenünk, közbeszerzéseket le kell bonyolítanunk, tehát ezek mind-mind időigényes folyamatok, de én azt gondolom, hogy a hivatal felkészült arra, hogy ezeket a munkákat határidőben elvégezze, és valóban megindulhasson ezeknek a pályázatoknak a kivitelezési munkája. Mivel kezdenek? Kezdtünk. A konyha felújítása folyik, ugye, ott megkezdődött gőzerővel, ott ugye még egy határidő szorít bennünket. Ez a Széchenyi konyha. Így van, a Széchenyi konyha, amely ugye 900 adagos konyha, ez látja el az intézményeinket, tehát itt legkésőbb szeptember végére ennek a konyhának működő fel kell állnia, úgyhogy működőképes legyen, hiszen nem tudjuk máshogyan megoldani hosszú időn keresztül a gyerekeinknek a étkezési ellátását. Nyári programok közül ugye a Kapuvára Fesztivál nagyon jól sikerült, mi a következő? A következő ugye a hagyományos búcsú.
amiben most egy kicsit módosítás történt. Természetesen a Szent Anna-napi lovasnapok és vigasságok ugyanúgy megrendezésre került, csak az elmúlt időszakban rengeteg kritikát kaptunk olyan szempontból, hogy azok is szeretnének kicsit búcsút kapni, vagy búcsúban részt venni, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak kimenni a medoszpályára, hiszen azért elég messze esik, akik nem tudnak autóba ülni, vagy egyéb ilyen dolog hátráltatja őket, hogy kijussanak. Ezért a vasárnapi napon délután 3-tól 7 óráig egy kis családi program ittben is lesz a várárokba, kimondottan azoknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak oda kijutni. Testületi munkanyára hogy alakul? Nem mondok sose semmit, mert mindig úgy szoktuk, hogy a júniuson elbocsúzunk, és akkor mindenkinek jó nyarat kívánok, aztán általában a rendkívül ülések zöme meg elkezdődik a nyáron. Én azt gondolom, hogy testületi tagjaink ezt átérzik ennek a fontosságát és a felelősségét. Itt vagyunk, pályázatok, ugye, közbeszerzések, tehát biztos, hogy lesz testületi munka a nyár folyamán. Köszönöm. Köszönöm.